Üdvözlök én is mindenkit. Én egy olyan kutatásról fogok Egy olyan kutatásról fogok beszámolni, ami egy kvalitatív kutatás, tehát hogy sokkal kevésbé a számok lesznek érdekesek benne, hanem sokkal inkább a minőségi részét néztük mi meg. De előjáróban szeretném azt elmondani, hogy csütörtökön a Magyar Addiktogéi Társaság konferenciáján már beszéltem erről a kutatásról, úgyhogy elnézést mindazoktól, akik ott ültek. Egy picit fogok ismételni, de ma nem kimondottan a kutatásról szeretnék csak beszélni, hanem arról is, hogy én hogy látom, vagy hogy szociális munkásként mit gondolunk az eredmények fényében arról, hogy milyen beavatkozások lehetségesek, vagy milyen a beavatkozások tervezésénél min érdemes elgondolkozni ennél a rétegnél a különböző programok szervezésében. Tehát a cím is azért egy picit ez a hármast fogja tükrözni, tehát a kutatás maga az a mély szegénységben élők, szegregációban élők körében készült, és az ártalom csökkentés meg azt fogja egy picit előre sugalmazni, hogy itt a megoldásokról is lesz szó, vagy a beavatkozásokról is, és hogy az ártalom csökkentést én egy picit szélesebb értelembe fogom majd értelmezni, meglátjuk. Azt tervezem, hogy próbálok rövid lenni, hogy aztán a kérdésekre maradjon idő, az nagyon jó, hogy ilyen kevesen vagyunk. Legalább meg tudjuk vitatni tényleg azt, hogy miről is beszélek, mert a matton azért erre nem volt lehetőség se időben, sem térben. Na, miről is lesz szó? Mindenképpen fontosnak tartom egy picit arról beszélni, hogy mit jelent a szegregátum, és mit jelent a mély szegénység. Erről lesz szó az előadás első pár percében. Aztán a kutatás módszertanát fogom bemutatni, meg hogy hol végeztük az adatgyűjtést, vagy a vizsgálódásainkat, és utána az eredményeket fogom összegezni, amit kijöttek nekünk a két adatgyűjtésből, valamilyen fajta konklúziókat is el fogok mondani, és megnézzük utána azokat a bizonyos kérdéseket, ami a beavatkozás tervezéséhez szükségesek, megfontolandók. Na, hát itt látunk szegregátumokat, szerintem ezek az ábrák nagyon jól kifejezik, hogy mit is jelent a szegregátumban, hát az, hogy élni, az még nem, de hogy ráadásul, hogy fizikailag hogy helyezkednek el ezek a szegregátumok, ez jól látszik. Ugye a szegregátum az mindig egy elszigetelt terület részt jelent egy településen belül, és itt a térképen is nagyon jól látszik, ez két településnek a térképe, hogy a rózsaszínek azok a szegregált területek, tehát hogy a kék ugye maga a település a feketékkel együtt, és a rózsaszín az, ami a szegregált területeket jelenti, tehát jól látszik, hogy ez mennyire a települések szélén vannak. Ugye a szegregált területek azok vagy etnikailag, vagy valamilyen társadalmi csoportnak az elkülönülten élését jelenti, ami jelentős jövedelmi és infrastruktúrális egyenlőtlenségekkel is jár együtt. Így menjünk kicsit közelebb ezekhez a szegregátumokhoz. Hogy is néz ki ez, hogyha madártávlatból lemegyünk egy kicsit a helyi szintre? Ez például egy ház, illetve lehet itt látni a kertet is, vagy hát az udvar részét. Itt azt lehet látni, hogy egy nagy mosás az hogy néz ki egy ilyen szegregátumban. A szegregátumokban az országos átlagban olyan 90%-os a vezetékes vízelérhetőség. Aha, lehet, hogy így egy kicsit jobbak a képek. És a szegregátumokban ez az arány, ez 60%-ot jelent praktikusan. Ez azt jelenti, hogy ezek az emberek, akik itt élnek, ezek több 10-100 méterről hordják a vizeket a tisztálkodáshoz, a főzéshez, és mindenféle olyan dologhoz, amihez kell víz. Tehát itt a nagy mosást lehet látni. Ez egy szoba belső, amit azért hoztam ide, hogy lássuk azt, hogy a környezet is mennyire ingerszegény, illetve hogy mennyire nincsenek olyan hétköznapi tárgyak, ami például a gyerekeknek, de akár a felnőtteknek is esetleg egy valamilyen fajta életminőséget tudna jelenteni.
és itt a konyha, ami így a háznak a közepén van. Ez egy masina, ahogy ők hívják, egy sparhet, vagy egy ilyen rezsó, ahol főznek, és ez az egyetlen fűtésre szolgáló szerkezet is a házakban. Itt is jól látszik, ugye az a konyha szekrény ott oldalt, bal oldalt, hogy ezek tehát a tárgyakban nagyon, nagyon nehéz az ő életük is, tehát nem csak a környezet, vagy ezek a lelakott részek azok, amik fontosak, vagy házak, hanem hogy ez a tárgyi inger szegénység is. Na most akkor egy kicsit számokba még nézzünk pár mutatót arra vonatkozóan, hogy mit jelent szegregátumban élni ma Magyarországon. Szerintem egy pár dimenziót szedtem csak itt ki, az országos adatokat és a szegregátum adatait érdemes összehasonlítani. Ott látszik az iszonyú nagy különbség. Ugye a foglalkoztatottság országosan 65%-os, vagy még talán egy picit jobb is már a 2015-ös adatok szerint. A szegregátumban ez alig a negyede az embereknek dolgozik, az aktív korú népességnek, és azt is tudjuk, hogy a 24%-nak a nagy része az közmunkaprogramban foglalkoztatott, tehát nem a nyílt munkaerőpiacon dolgoznak ők, hanem sokkal kevesebb bérér a közfoglalkoztatásban. A másik nagyon megdöbbentő szám szerintem az iskolai végzettség. Ugye a legfeljebb 8 általános iskolát végzettek aránya országosan 27%, amiről azt is tudjuk egyébként, hogy jelentősen húzzák le ugye az időskorúaknak az iskolai végzettsége ezt az országos számot, hiszen nekik alacsonyabbak a végzettségeik. Ugyanakkor a szegregátumban a fele, a kétharmada az embereknek nem fejezi be a 8 általánost, vagy maximum eddig a szintig jut el, és azt is tudjuk, hogy az alacsony társadalmi rétegekhez tartozók, akik ilyen helyen élnek, azok nagyon jelentősen rövidebb az ő várható élettartamuk, tehát 15-20 évvel rövidebb ideig élnek, tehát ezek a számok nem az idősek iskolai végzettségéből jön, hanem sokkal inkább abból, hogy a fiatalabb generációk és a szülők korosztálya nem végzi el a 8 általánost, vagy maximum eddig jut el. Na, hát ide mentünk mi le. A mi azok az ELTE-nek a társadalomtudományi karán, szociális munkatanszéken dolgozom én, és az első éveseknek van az év végén egy úgynevezett szociotábor nevű gyakorlatuk, ahol egy ilyen 5-6 napos elvonulásra megyünk kutatni, ilyen terepkutatásra. És itt nagyon fontos ez az etnográfiai jelző, mert hogy mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megismerjük ezeket az embereket, hogy részeseivé váljunk az életüknek, tehát egy ilyen résztvevő, megfigyelő szerepbe kerülünk, aminek az a célja, hogy megismerjük azt, ahogy ők élnek, és megismerjük azt a kontextust és környezetet, ami jellemző az ő életminőségükre, így a droghasználatra is. Ez azért fontos nekünk nagyon, mert ezekkel a kutatásokkal nem azt tudjuk tervezni, hogy a szolgáltatásokat milyen mennyiségben kell kialakítani, mint egy szociálpolitikai szolgáltatás fejlesztésnél, hanem sokkal inkább arra kapunk válaszokat, hogy ezek a beavatkozások sokkal relevánsabbak legyenek, sokkal inkább arra válaszoljanak, amire nekik szükségük van. Tehát ez kvalitatív kutatás, az nagyon fontos, hogy nem reprezentatív, tehát semmilyen messze menő következtetést országos szintre nem szeretnék levonni, hanem majd fogjuk látni azt a két települést, járást, ahol mi voltunk. A kérdéseink a kutatásban tehát azok voltak, hogy ebben a rétegben, a mély szegénységben élők körében, hogy néz ki a droghasználat, hogy néz ki a legális szerek fogyasztása, hogy néz ki a klasszikus, illetve az újfajta pszichoaktív szereknek a fogyasztása, és hogy ez mennyiben mutat másságokat ahhoz képest, amit mondjuk az országos adatokból tudunk. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mennyire jellemző ez a több generációs vagy intravénás droghasználat, amit ugye nagyon sokszor, de főleg sajtóhírekből ismerünk, illetve elszórtan a terepen dolgozóktól hallunk elvétve, vagy itt-ott.
Az, hogy mit jelent a droghasználat a közösség életében, ugye erre nagyon jó ez a módszer, ez az etnográfiai terepkutatás, mert hogy megértjük azt a jelentést, amit ők a droghasználatnak tulajdonítanak, illetve amilyen környezetben ők ezt használják. Na. A módszerünk az egy kevert módszer volt, a résztvevő megfigyelése legfontosabb lába ennek a kutatásnak. Előzetes szempontrendszer alapján mentek ki a hallgatók, ugye 5 napot tartózkodtunk a terepen, és ők minden egyes történésről, minden egyes megfigyelésről részletes feljegyzéseket készítettek, ami aztán a feldolgozás részét is képezte. A módszerek közé tartozott egy kérdőíves vizsgálat is, amelynek 2 funkciója volt. Az egyik az, hogy ezeket a lakáskörülményeket, anyagi helyzetet feltérképezzük, ezeket a szociodemográfiai adatokat megismerjük, illetve a kérdőívben volt egy szűrő kérdőív rész is, ami meg arra szolgált, hogy megtudjuk azt, hogy kik azok az emberek, akik nekünk aztán a droghasználatról releváns információkat tudnak adni egy félig struktúrált interjú keretében. Lakosság és szakértői kérdőíveket is csináltunk. Maga a kutatásnak a mintája az úgy történt, hogy a kiválasztott szegregátumokat végigjártuk szisztematikusan, tehát nem kiválasztottuk azokat, akik droghasználók, hanem a kérdőívvel minden egyes lakásba bementünk, ami a szegregátum területéhez tartozott. Igen, itt a módszereknél mondanám el azt, és szerintem ez nagyon fontos, ami így a sajátossága is lett aztán a kutatásnak, és a félig struktúrált interjúk tapasztalatai karöltve vannak a résztvevő megfigyelésből megtudottakkal, mert hogy ilyen, itt nagyon hogy itt nem működik az, hogy van egy félig struktúrált interjú tervünk, és akkor oda megyünk, kiválasztunk valakit, és akkor ő vele szép nyugodtan leülünk az ő otthonában, és akkor ott egy órát vagy 3/4 órát beszélgetünk azzal arról a témáról, amit mi kiválasztottunk, jelen esetben ugye a droghasználati szokásokról, illetve a területen tapasztalható droghasználatról, hanem ezt úgy kell elképzelni egy picit, hogy ez egy nagyon erős közösségek, és ott nagyon átjárhatóak ezek a viszonyok. Tehát nagyon sokszor történik az, hogy bekapcsolódnak az interjúba mások, kiszállnak ebből, tehát hogy nagyon sokszor van, hogy ezek csoportos interjúk, meg 2-3-an beszélnek bele a kérdéseinkbe, ami egyébként nem rontja az eredményességét a vizsgálatnak, pont azért, mert hogy a titok itt nagyon másképp értelmeződik, még azokban a kényes kérdésekben is, mint mondjuk a droghasználat. Na, lássuk. Jó. Az adatfelvétel 2 helyszínen történt. 2015-ben egy észak-alföldi régióban voltunk, ahol egy járásközpont, egy város és 2 község szegregátumába látogattunk el. A kutatótársam itt Sík Dorka volt, aki a kolléganőm az ELTE-n. A második helyszín pedig egy észak-magyarországi régió, egy városa, szintén járásközpont, és 3 községe települése volt. Itt Kalló Zsuzsával voltam 2016 nyarán, itt kevesebb hallgatóval, de ugyanolyan anyagmennyiséget tudtunk, vagy hasonló anyagmennyiséget tudtunk összeszedni. Mind a 2 járás egyébként kedvezményezett járás, tehát azt jelenti, hogy ők társadalmi és infrastruktúrálisan elmaradott járások, vagyis komplex fejlesztési programra jogosultak, és a szegénységi index, ami az MTA-nak egy ilyen több dimenziót magában foglaló mutatói alapján állapítják meg, abban is egy ilyen 10-es skálán ők a községek 10-es szegénységi kockázati indexsel rendelkeztek, és a városok is 7-essel, tehát hogy ezek erősen mély szegény és elmaradott járások. Jó. Akkor az eredményekről egy kicsit, nem fogom külön bontani a 2 helyszín eredményét, hanem azokat gyűjtöttem itt össze, amik a közös pontjai voltak a 2 kutatásnak.
Mi azt találtuk, hogy a dohányzás és a gyógyszerhasználat nagyon magas ezeken a területeken. A dohányzás normatív, mindenki dohányzik, 11 éves korától kezdi a nikotinnal való ismerkedést, és 14-15 éves korától ez teljesen egyértelmű, hogy dohányzik, nem is tekintik ezt problémának, vagy egy nagy dolognak, tehát ez rendben van, ez egy normatív dolog. A gyógyszerhasználat írtó magas volt, a visszaélésszerű gyógyszerhasználat, a második helyszínen kimondottan igen magas és függő viselkedés módokkal is találkoztunk, tehát a Rivotril, Xanax és Frontin használat, napi 30-40 szem is jellemző volt ezen a területen. Amit találtunk az újfajta pszichoaktív szerekkel kapcsolatban, hogy a szóhasználat az nagyon összecsúszik. Tehát a fű, biofű, az ugye ugyanazt jelenti számukra, tehát hogy fűnek hívnak ők igazából mindent, amit el lehet szívni. Illetve mi azt találtuk, hogy a generációk szerint elválik a szerhasználati szokások, tehát az újfajta pszichoaktív szerek, beleértve a házi készítésű mindenféle drogokat is, az a fiatalokra jellemző, de ők mást is használnak, tehát alkoholt is isznak, és gyógyszereket is használnak. Míg az idősebbek a klasszikus, saját, jól megismert szereiknél maradnak, tehát a szülők korosztályát értem ez alatt, a 30 és a fölöttieket, akik nagy mennyiségben fogyasztanak alkoholt és gyógyszert, bár az alkoholfogyasztási szokásaik azok a két helyszínen igen eltérőek voltak, az egyik helyen kimondottan magas volt, a másik helyen hát ilyen ünnepi rekreációs használatról számoltak be, tehát hogy csak születésnapokkor, meg ballagáskor, keresztelő, az egy nagyon fontos esemény, akkor isznak, de ilyenkor periódikusan, tehát 3-4 napig is tart ez a buli, az ünneplés, és nagyon fontos, hogy ez mind a családtagok előtt zajlik, tehát hogy ilyenkor fiatalkorúak is együtt isznak a családdal, és valóban van egy olyan fajta többgenerációs droghasználat az alkohol esetében mindenképpen, ami így aztán az elfogadottságát a fiatalok körében erősíti. A motivációkról is szó esett. A motivációkban előjöttek a klasszikus motivációk, amiről mindnyáján így tudunk, hogy nem tudom, mindenki ezt csinálja, menő ez, szerelmi bánatom van, nem tudom, de sokkal többször találkoztunk általuk is megfogalmazott ilyen társadalmi okokról. Ezek abszolút felerősödtek, sokkal gyakrabban fogalmaznak meg olyan megjegyzéseket, hogy mit lehet itt csinálni, hogy nincs itt semmi, unatkoznak, azt mondják ők. Jó, mi nem találtunk több generációs és intravénás UPSZ használatot, semmilyen intravénás használatot nem találtunk, nem jelent semmit, azt jelenti, hogy ott nincs ilyen. Vagy nem volt abban a mért időszakban, inkább így pontosítanék. Nagyon nagy a tudatlanság a kábítószerekkel kapcsolatban, a szenvedélybetegség természetével kapcsolatban is, és teljesen egyértelmű a segítőhelyek hiánya. Tehát, hogy a járásközpontban van kórház, jó esetben, a másik helyen nem. A másik helyen 3/4 órára van az első olyan segítőhely, ami addiktológiai problémákra tud válaszolni. Illetve a segítéshez való viszony is nagyon eltérő volt. Nagyon jellemző a családon belüli segítségkérés, tehát hogy ők a szülőkre számíthatnak, azt mondták, hogyha ők változtatni szeretnének, és valóban az a fajta metódus működik, hogyha valaki változtatni szeretne, és kéri a környezetének a segítségét, elsősorban a családét, akkor őt úgy bezárják és őrzik, és próbálják távol tartani a droghasználattól, hát több-kevesebb sikerrel. Jó. Igen, ezeket mondtam. Ami nekünk fontos volt, és szerintem a beavatkozás tervezésénél is egy fontos dimenzió, hogy itt a történeti háttér, a túlélési stratégiák és a közösség összetartásának a mértéke, azok nagyon különbözőek voltak a szegregátumon belül is. Tehát, hogy 10 kilométerre lévő településeken is nagyon más szegénységkezelő stratégiákat találtunk, ami nagyon sok mindentől függött.
Tehát a legfontosabb konklúzió, amit mi találtunk, az az, hogy területenként nagyon eltérő droghasználati mintázatokat lehet tapasztalni, ami nagyon sok mindentől függ. Tehát volt, ahol mindegy, mit használunk, volt, ahol a drog szerepe az gyakorlatilag egy másodlagos rekreációs használatot jelentett, illetve voltak olyan település részek is, ahol bizonyos csoportoknál egy nagyon erőteljes droghasználattal találkoztunk, újfajta pszichoaktív szerekkel is egyébként. A konklúziók. Nem lehet azt mondani, hogy vidéken egységes a droghasználat. Nagyon különböző tud lenni ez településenként. Nagyon jelentős eltéréseket találtunk. Ami azonban közös volt, az a kábulatfüggőség, vagy nem tudom, hogy hívjam, ez még egy munkaszó, nem biztos, hogy ez lesz majd a jó szó erre. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag őnekik a hatás elérése a cél, az, hogy kiszálljanak ebből a fajta valóságból, amiben ők benne vannak. Nincsen preferált szerük, nincsen elsődlegesen fogyasztott szerük sem, tehát az a jellemző, hogy ami van, azt használnak. Ha ez a gyógyszerhez könnyebb hozzájutni, akkor azt használják, hogyha van arra készségük, hogy újfajta pszichoaktív szereket szerezzenek be, vagy rendeljenek a netről, akkor az, és hogyha van anyagilag és kapcsolati hálójuk is olyan, hogy lehetőségük van klasszikus szereket beszerezni, akár füvet, akár stimulánsokat, akkor pedig ahhoz jutnak hozzá. Tehát nagyjából nekik a hatás elérése a cél. Az, hogy éppen mit használnak, az nagyon sok mindentől függ. Azt tapasztaltuk, hogy a drogok bekerülése az a lakók mobilitásától és a kapcsolati hálójától nagyon erősen függ. Tehát, hogy többen számoltak be 8. kerületi élményekről, mert hogy elmentek szerencsét próbálni Budapestre, de hogy a 8. kerületbe jutottak, vagy a Hős utcáig el, és ott találkoztak azokkal a szerekkel, amiket aztán végül bevittek a saját lakóhelyükre is. Illetve a börtön is egy nagyon fontos ilyen kockázati tényező. A külföldet azért írtam ide, mert találtunk egy olyan szegregátumot, ahol túlélési stratégiában abszolút a prostitúció és a szervezett bűnözés volt jellemző. Ugye itt a külföldön dolgozó lányok főleg a klasszikus szereket hozták haza, vagy hát nem tudom mennyire a lányok, de hogy az ő révükön, vagy ennek a kapcsolatnak a révén kerültek be. Nagyon fontos volt az a jelenség, hogy gyakorlatilag az, hogy ők most designer drogokat használnak-e vagy sem, az abban a pillanatban, vagy számunkra így mindegy is, mert hogy az egy nagyon fontos tudás, hogy a készségük és az infrastruktúrájuk megvan arra, hogy designer szereket használjanak. Nem láttunk még soha ilyet az elmúlt 12 évben, hogy szegregátumban ilyen gyors posta autója egészen barátságosan és hogy ilyen otthonosan mozgott, hozta a csomagokat. Ők azt mondták, hogy műszaki cikkeket rendelnek, lehet is egyébként, nem vonnám ez kétségbe ennek a valódiságát, de minden esetre az kiéljük, és az internet hozzáférésük meg, majd bármelyik pillanatban rendelhessenek valamit innen-onnan. Jó, a segítéshez való viszonyról beszéltem, ez egy nagyon fontos közös jellemző volt. A közösségnek nagyon fontos jelentősége van, tehát addig, amíg egy kutató nincs bent a közösségen belül, addig ugye nagyon bizalmatlanok vele kapcsolatban, főleg azért, mert hogy a szegregátumokban, akik bemennek, azok erősen hát valamit akarnak, valami ellenőrző kontroll szerepbe lépnek be ezekre a helyekre, de amint bekerülünk a közösségbe, vagy elfogadnak, onnantól kezdve ez a nincs titok, ez teljesen jellemző, tehát mindenki tud mindenkiről mindent, akár egészen érzékeny, vagy magánéletre jellemző dolgokat is.
A társadalmi kontextus szerepe a droghasználatban nagyon erőteljes, tehát az a fajta munkanélküliség, ami több generáción át átível, a kilátástalanság és a jövő nélküliség, az nagyon erősen ráerősít arra, hogy ők különböző szereket használjanak, illetve hogy ez egy hát cél legyen az ő életükbe. Ugye a szegregáció mindennek nem tesz jót. Tehát az a fajta társadalmi diszkrimináció, amivel ők nap mint nap találkoznak, ez tovább erősíti ezt a kirekesztettséget. Jó. Számos veszélyeztető tényező mellett nagyon fontos, hogy hiányzik a védőfaktoroknak, vagy a védőfaktorok hiányoznak. Ugye ez a feladat teljesítésben, illetve az olyan kapcsolati hálóban, ami támogatná a józan életet, abban nyilvánul meg főleg. Tehát ez egy nagyon súlyos társadalmi probléma, nem elsősorban drog probléma. És akkor nézzük meg, a maradék 5 percben, hogy mi az, ami a megfontolandó itt. Na, biztos, hogy a hagyományos módszerek se a prevencióban, se a kezelésben nem tudnak működni, tehát valamilyen fajta új gondolkodásra van szükség. Amit figyelembe kell venni a tervezésnél, az biztos, hogy a közösségnek ez a nyitottsága, vagy ez az átjárhatósága, mert ez egy nagyon erős erőforrás lehet erre építeni. Biztos, hogy nagyon fontos a teljes közösség célzása. Nem hiszem, hogy ki lehet emelni a droghasználókat és nekik programokat kitalálni, hanem a teljes közösséget kell megszólítani, és biztos az is, hogy nem kizárólag addiktológiai beavatkozásokra van szükség, hanem nagyon komplex programokat érdemes tervezni. Minden esetre a droghasználattal kapcsolatos tévhitek és információkkal nyújtása, ez egy elsődleges feladat lehet. Itt lehet építeni arra az erős medikális felfogásra, amit ők vallanak, tehát hogy a droghasználat vagy van, vagy nincs, és hogy ez így egy betegség és kész, és ezt el kell fogadni, tehát ideig jutnak el, de hogy arról való tájékozottság, hogy milyen a szenvedélybetegség természete, ezzel biztos, hogy lehet dolgozni, vagy ezzel kapcsolatban információkat nyújtani. Mire építhetünk? Hát egyrészt lehet új intézményrendszert kialakítani, ami azért nagyon nehéz, mert ugye nem kizárólag addiktológiai problémáról van szó. Tehát aki azt gondolja, hogy ide egy drogambulanciát le lehet telepíteni, és majd releváns lesz, hát el kell, hogy keserítsem, ez nem fog működni. Tehát hogy nem elsősorban a droga probléma. A meglévő intézményekre lehetne építeni, Nem lesz könnyű, mert ezeken a helyeken, akár a szociális, akár az egészségügyi szolgáltatásokat nézzük, nagyon-nagyon csekély az elérhetősége ezeknek a szolgáltatásoknak. Tehát, hogy gyerekorvos heti 2 órában rendel, a szociális ellátások keretében a családsegítő szintén heti 2-szer 2 órában van ezeken a településeken, nem a szegregátumban, az egész településen. És az oktatási tevékenység is ugye egyedül mindenféle szabadidős, meg kulturális tevékenység is az iskolára korlátozódik. Pici probléma, hogy ezeken a kis településeken nincsenek is iskolák, tehát hogy ők ingáznak a nagyobb településekre, és ott, ha maradnak délután, akkor esetleg van valamilyen fajta szabadidős elfoglaltság, ugyanez jellemző a kultúrházakra, vagy bármilyen közösségi terekre is, aminek a programjai nagyon gyakran ilyen falunapokba merül ki, tehát hogy igazán nem kihasználtak ezek, minden esetre hát vannak, vagy léteznek. Amivel érdemes az azonnali beavatkozás szempontjából tervezni szerint, azok a felvilágosító programok, tehát a tévhitek tisztázása, a szenvedélybetegség természete és a segítésnek a módjai, vagy a jó segítés módjai, illetve különböző szűréseknek a bevezetése, ami nem csak a droghasználat szempontjából releváns, hanem az egész egészségügyi helyzetüket nézi ezt. Ugye nagyon fontos az, hogy a meglévő intézmények, a helyi szakemberek együttműködjenek, illetve hogy megerősítsük őket. Tehát lehetséges, hogy az ő felvilágosításuk, az ő képzésük az, ami tűzoltásban megfogalmazható lehet. Hosszú távú megoldások szempontjából
Igen, a komplex közösségi programokat szerintem elmondtam. A lehetőségekhez való hozzáférés segítése pontosan a felépülés szemléletét követve nagyon fontos lehet. Ez az Activity Fair, ez egy ilyen kicsit, hát Nyugat-Európában ez egy nagyon ismert szociálpolitikai irány. Ugye ez nem a work fair, nem egyenlő a work fair-rel, amit mi közmunkának leegyszerűsítettünk, hanem olyan fajta aktivitásokat jelent, ami számukra hasznossággal töltik ki az életüket, valami, amiben tehetséges, aznak a felkarolását jelenti. A készségfejlesztés biztos, hogy nagyon fontos. Ugye ebben az érdekérvényesítés és maga az empowerment is benne van, tehát hogy az ő saját életükben legyenek hatékonyak, illetve hogy tudják azt, hogy milyen jogok azok, amik őnekik járnak. És nagyon fontos az, hogy pontosan úgy, ahogy a települések droghasználata és az egész társadalmi környezet nagyon különböző, az ő egyéni stratégiáik is nagyon különbözők, biztos, hogy a programokat úgy érdemes tervezni, hogy nem ráhúzni egyfajta csablonra, köszönöm szépen, igen, hanem hogy az egyedi megoldásokat megfogni. Tehát megnézni azt, hogy a településen és az ott élő embereknek milyen történeti gyökereik vannak, milyen olyan tehetségeik vagy kulcspontjaik, amikre rá lehet építeni azt a kitörési lehetőségeket, amiket egyébként látunk is. Tehát a jól működő EU-s programok, akár a TOLD, akár az Igazgyöngyel, akár a Perei program, tehát hogy nagyon sok ilyen program van, az mind az egyedi megoldásokat és az ott helyben lévő specialitásokra fűzi föl a programját. Jó, hát igen, és együtt kell működni, szóval nem fog ez menni, mert hogy pont attól, hogy nagyon komplex a probléma, ettől a különböző tudományterületeknek az intézményeit muszáj lesz bevonni, még szociális munkásként sem, bár nagyon sok mindenre vagyunk felkészültek, nem fogunk mindenhez érteni, tehát nagy szükség lesz arra, hogy becsatornázzuk azokat, akiknek további segítségre van szükségük, illetve hogy egy olyan kontextust teremtsünk, ami nem ad ekkora teret annak a fajta droghasználatnak, ami szerintem nagyon veszélyes ennek a kábulatfüggőségnek, tehát hogy a kiszállásnak magának. És másfél perccel túlléptem. Köszönöm szépen! Ha bárkinek kérdése van, akkor azokat várjuk. Csak annyi, hogy a végén, amiket így gyakorlatilag feltérképezted, hogy miket lehetne csinálni, meg milyen komplex beavatkozásokat, hogy ez már gyakorlatilag lehetne valaminek az alapja, hogy oda lehetne menni a döntéshozóhoz, hogy itt van egy probléma, és ilyen megoldások vannak, és hogy valószínűleg ezt érdemes is lenne megtenni, vagy nem tudom, hogy gondolkodtatok-e ezen, hogy esetleg azon gondolkodni, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani, akármilyen mostoha körülmények is vannak jelenleg Magyarországon, de hogy legalább ez már valami konkrétum, amivel oda lehetne állni döntéshozókhoz. Tehát például mondjuk a kábítószerügyi tanács KKB ülésen ezeket érdemes lenne szerintem előadni. Jó. Mit mondjak? Szóval szerintem ezek nem megoldások még. Tehát ezek inkább ilyen kérdésfelvetések, vagy olyan. Tehát a beavatkozás olyan irányai, amiben érdemes lenne gondolkodni, biztos, hogy nagyon sok problémával lehetne szembesülni, és nagyon sok kérdést vet föl azért, amit elmondtam nekünk, vagy én szerintem nekem az a fontos, hogy muszáj ezt komplexen nézni, és hogy muszáj nem egy területnek ezt magáénak tudni. Ugye ehhez nem árt az sem, hogyha a különböző döntéshozók, a különböző területek döntéshozói is szóba állnak egymással, úgyhogy a jó a kábítószer bizottságnak elvinni ezeket a javaslatokat, de ez az is kell, hogy a gazdaságfejlesztési minisztér, tehát a gazdasági minisztérium, a szociális terület, vagy az egészségügy, oktatásügy is halljon ezekről, és hajlandó legyen komplexen gondolkodni, mert hogy széthasogatni megint ezeket a beavatkozásokat, és újabb intézményt csinálni erre, arra, vagy amarra, az nem fog működni, mert nem hatékony. Ezért teszik járás központba őket, mert úgy kifizetődőbb, viszont oda meg nem jutnak el. Tehát háromnegyed órát neki utazni, az a világ vége.
tehát ő nem indul el egy drogambulanciára egyébként, ami van abban a városban, ahol a sürgősségi ellátás is van. Nem is nagyon hallottak róla, mert nagyon nehéz nekik oda eljutni, hetente kétszer. Ugye tudjuk, hogy azért ez az intenzív beavatkozás lenne a jó, biztos, hogy az élet több területével kell foglalkozni addiktogéi konzultáció szempontjából, és hogy ők ezt az intenzív segítő kapcsolatot nem tudják vállalni, ha nekik kell utazni, hiszen vízük sincs, meg enni sincs, tehát hogy az úti költség is, ugye ez egy jelentős összeg már 3/4 óra volán busszal. Hát így, de szívesen, tehát hogy szóval szívesen gondolkozzunk erről, meg elmondom mindenkinek, aki csak akarja, de hogy így. Arról van valamilyen adat, hogy körülbelül hány ember él most Magyarországon ilyen szegregációban, és hogy ez növekszik, csökken? Igen, ez azért nagyon nehéz, mert ugye a szegregátum is egy mesterséges fogalom, amit mint a statisztikákat, meg a létminimum fogalmát ugye lehet alakítgatni. Tehát, hogy ez azért nem annyira releváns. Azt tudom mondani, hogy a mi két járásunkban az embereknek a körülbelül az egész járásban 12%-a és szegregátumban, a városokban ez alacsonyabb, olyan 5%, de a kis településeken inkább ilyen 25-30, és van, ahol 50% is. Ebben a járásban egyébként mi a legdurvább területeken nem voltunk ott. Bocs. Mehettünk volna, de nem mentünk, gondoltuk, majd kapunk forrást rá, de nem kapunk, tehát mindegy, majd lehet, hogy egyszer, ahol egészen olyan adatokról lehet beszámolni, hogy 100%-os a munkanélküliség, senki nem dolgozik, és egyetlen olyan autó sincs, akinek lenne forgalmi, mi ez, érvényes forgalmi engedélye, hogy ő mászkálhat, tehát nem tud kijönni sem a településről. Tehát ezek nagyon, tényleg nagyon nehéz sorsok, és biztos, hogy sok embert érint. A cigányság aránya egyébként ezekben a szegregátumokban nem 100%. Tehát, hogy ez egy óriási tévedés. Ez inkább ilyen 30-70 között mozog, megint nagyon eltérő, de van, ahol csak 30. Tehát, hogy nem cigányok szegregációjáról beszélhetünk itt. Ez csak úgy eszembe jutott. Köszi szépen az előadás, hogy a múlt héten is hallottam, így már kezd leesni így pár dolog. Jaj, de jó! És mondtam neked, hogy ezt én októberben említettem az IMCDD-nél Lisszabonban ráthivatkozva, hogy itt van ez a helyzet, de most így kezd összeállni, hogy itt igazából az, hogy ezek szegregátumok, ezek egymástól is el vannak szegregálva, tehát hogy itt nagyon nehéz epidémiáról beszélni, tehát hogy mondjuk a szomszédfaluban vannak a szexmunkások a klasszikus drogjaikkal, a másikban a dizájneresek, a harmadikban pedig mondjuk a gyógyszer használók. Akkor most az kezdett el aggasztani, hogy akkor erre valószínűleg valamilyen kábítószerügyi, nem tudom milyen illetékes bizottság le fogja pattintani, mivel azt mondja, hogy ez nem epidémia. Tehát, hogy itt van, oké, de a szomszédfaluban nincsen. Akkor lehet, hogy ez megint így el lesz söpörben, hogy arra hivatkozni, hogy oké, mély szegénység van, akkor azt mondják, hogy hát az nem egy kábítószer probléma. Úgyhogy nem tudom, erről mit gondolsz, hogy... Igen. Szerintem lesöpörni mindent le lehet, még epidémiával is, szóval ezt azért látjuk. Nem, igen, szóval nekünk nem volt erre kapacitásunk, hogy egy nyári gyakorlat keretében tátkos finanszírozásból megnézzünk egy nagyobb dolgot, pont azért pályáztunk most a KAP keretében a további vizsgálatokra, de erre nem volt lehetőségünk. Ezen kívül meg biztos, hogy úgy érdemes az epidémiát is megnézni, hogy keverten, tehát hogy ezeket a finom dolgokat egy kérdőivel nem fogod megtudni, ez egészen biztos. Tehát, tehát hogy le lehet ezt söpörni, de hogy én erre ezt tudom mondani, hogy a megértés és a kontextusnak a vizsgálata az a fajta megértés, hogy megértjük, hogy az ő életükben mit jelent a droghasználat, vagy egyéb más dolog, az sokkal, nem sokkal, de ugyanolyan releváns, mint az, hogy meg tudom mondani, hogy a fiatalok fele nem tudom, mit csinál. Igen. Igen.
Hát hajrá, hát ha valaki tud erre forrást, és akkor megnézi rendesen, hogy mit lehet mondani. Akkor is nagyon torzítani fog, míg az egyik helyen nagyon erőteljes lesz a droghasználat, a másik helyen nincsen, vagy egészen rekreációs, vagy ellenőrzött, vagy akár már problémás, de nem függő, vagy más típusú szerek, ezek össze fognak mosódni a statisztikákban szerintem, amivel nagyon nehéz lesz megint mit kezdeni, hogy hova, milyen szolgáltatást érdemes telepíteni. Hát igen, ezen kéne gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy én kérdéseket tudok mondani csak, meg vitatkozni azt nagyon tudok. Jó, hogyha nincs több kérdés.